Sziasztok, srácok, illetve lányok, én Szabi vagyok, és a mai videóban elhoztam nektek egy újabb tech tartalmat, ami egy fejhallgatóról fog szólni, név szerint a Panasonic, puskázok, a Panasonic RP HT161-ről. A Panasonic azt mondta, hogy srácok, csinálunk nektek egy jó fülhallgatót, amit szeretni fogtok. És meg is csinálták. De lássuk, hogy miért is jó annyira ez a fejhallgató. Gondolom mindenkinek ismerős az a helyzet, amikor fölveszed a kis fejhallgatódat, fölszállsz a buszra, utazol egyet, és azt érzed, hogy negyed vagy fél óra után a fejhallgató elkezdi nyomni a füledet, mert ugye a fejhallgatók többsége az olyan, hogy így a fülre ül rá, és azt nyomja össze. Nos, hát ezt a Panasonic így gondolta egyet, és azt mondta, hogy figyeljetek, mi csináljunk egy olyan fejhallgatót, ami kényelmes. És ez össze is jött nekik, ugyanis ez ilyen kis fülköré ülő dolog, tehát hogy itt belül van neki ilyen kis tere. Tehát így a gumi mögött van egy ilyen kis lyuk, és ezt így fölveszed, és a füled az úgy becsúszik a lyuk mögé. Tehát a gumi az nem nyomja, az a füled köré ül, és körülötte próbálkozik meg megnyomni, de az meg nem fáj, hogyha sokáig hordod sem. Persze, hogyha nem erőlteted, akkor. Úgyhogy ezért jár nekik egy nagyon nagy piros pont, ugyanis én régóta keresek ilyen fülköré ülő fejhallgatót, és nagyon, nagyon nem akartam találni. Úgyhogy ezért jár a keksz. Továbbá gondoltak azokra is, akik egy kicsit zenehallgatás közben lerakják a telefonokat, és így is szeretnének maguknak egy kis mozgásteret. Na, hát ezt a Panasonic az úgy megoldotta egy 2 méter hosszú kábellel, tehát hogy azzal nem lesz gondod, pláne hogyha játékhoz használod, hogy bedugod a gépbe, és feszül a kábel, és nem mersz esetleg hátrahajolni, mert félsz, hogy elszakad, vagy kiesik, vagy leesik a fejedről. Itt ilyen probléma nincsen, mert 2 méteres kábel tényleg is eszméletre hosszú. Komolyan mondom, lerakod a földre a telefonodat, sőt, mondok jobbat, gördeszkázás közben felveszed a fejedre ezt, lerakod a telefont a gördeszkára, és lazán mész vele. Tök lazán. Tehát ez megint csak egy piros pont nekik. Úgyhogy eddig nagyon jól teljesít a fejhallgató, én azt mondom. Akkor nézzük meg konkrétan a specifikációit. Ugye mondtam, a 2 méteres kábel, a fülköré ülő kis dolog. Már jól vettem, én ezt fel? Nem. Majd jobb. Tehát fülköré ülő kis dolog. Tehát nem nyomja a fejedet se. Továbbá a legtöbb fejhallgatóval egyetemben itt is állítható az, hogy mennyire nagy a fejed, és hogy fejhallgató is mennyire igazodjon a fejed méretéhez. Ez nekem mondjuk nagy. Nekem így jó kb. Na és persze ne feledkezzünk el a bordázott jackbe menetről sem, aminek hála sokkal nehezebben törik meg a kábel. Na jó, érdekelnek a hangszóró is? Na, akkor elárulom neked, hogy van benne egy 3 cm nagyságú hangszóró. Nagy po a fülpárnak a kényelmes zenehallgatásért, ennek is megfelelt. 10 és 27 ezer Hz között képes kibocsátani a hangokat, de ezt a JBL-es fülhallgatós videómban már elmondtam, hogy az emberi fül az csak 20 és 20 ezer Hz között érzékeli a hangokat úgy igazán, sőt inkább 18 ezernél maradjunk. Úgyhogy teljesen fölösleges, de legalább benne van, ami nem egy hátrány. 24 ohmos, 1 kHz-es impedancia, ami ellenállást jelent. Ugye 2 méteres kábel, ami megint csak egy jó cucc, mert nem akadsz meg benne, meg semmi ilyesmi.
Aztán a tömege az pedig 130 g, tehát egy könnyed kis fejhallgatóról beszélünk, nincsenek benne azok a nagyon baromi nehéz hangszórók. Szóval eddig nagyon jó, én azt mondom. Na, és akkor most megnézem, hogy ténylegesen mit tud. Egyébként arra is van írva, hogy X-Bass, Extra Bass System. Tehát elvileg valami rohadt jó basszusnak. Full hangerőn van minden. Nincs az, mint a Sony fejhallgatómnál, hogy annyira akar szólni a hangszóró, hogy már térdet, hogy üt. Na, hát a hangzása az azt kell, hogy mondjam, hogy nem rossz. Az X-Bass-szal ellentétben, amit ígér, nincs benne akkora basszus, mint amire egyébként az ember számítana. Tehát én sokkal nagyobb basszusra számítottam, de ott van benne, tehát tény. És mivel ez egy fejhallgató, azért nem is váltunk tőle olyan hatalmas nagy basszust, mert ez ugye nem ilyen kis fülbedugiszáló, és akkor ott a dobhártyádba szól egyből a zene, hanem kell neki egy kis út, amíg eljut a füledig, tehát ez szerintem elnézhető neki. Magas hangokkal nincs probléma, tehát azokat szépen kiadja, nem is nyomja túl szerintem, egész karakteresen szól, ami már a negyedik piros pont. Vagy csak a harmadik, nem tudom, de elég sok piros pontot begyűjtött már ezen a kis tesztem. Összegezzünk. Tehát van egy kényelmes fejhallgatónk, amit ráállíthatunk a fejünk méretére, emellé kapunk egy 2 méteres kábelt, és egy 3,5 mm-es jack csatlakozót, aminek a végén bordázott gumibevonat védi a kábelt a megtöréstől. A magas hangok egész szépen szólnak, nincsenek túlnyomva, és az összhangzása az fergetegesen jó, tehát nekem nagyon bejön. Sajnos a hang szigetelése kívülről nem jó, tehát nagyon kialatszik a fejhallgató, hogyha a magas hangerőn hallgatjátok, de hát ez mégiscsak egy fejhallgató, ez egy kicsit hangosabb is nyilván, tehát ez azért elnézhető neki, meg ebben nagyobbak is a hangszórók, tehát ez szerintem annyira nem probléma, ha nem buszon, vagy nem nyilvánosan használjátok. Tehát én azt mondom, hogy ezzel nincsen igazándiból semmi baj, de hát ezt is embere válogatja. Tehát az előbb emlegetett információk összességét megkaphatod ebben a fejhallgatóban mindösszesen 4-5 ezer forintért. Szerintem ennyit bőven megér ez a fejhallgató, én szerencsére féláron jutottam hozzá, ugyanis a kőszegi Tesco-ban éppen a műszaki osztályt szüntetik meg, és valószínűleg lesz valami másik elektronikus bolt helyette, úgyhogy féláros kiárusítás volt az egész műszaki osztályon, ezért én 2500 forintért hozzá tudtam jutni. Így meg aztán pláne azt mondtam, hogy hülye lettem volna nem elhozni, és a mai napig nem bánom egyébként, hogy megvettem. Szóval, ha esetleg érdekel a fejhallgató, a vásárlási linket megtaláljátok a leírásban, de egyébként bármelyik boltban megtalálható, mert szerintem egy nagyon népszerű fejhallgatóról van szó. Na, de én köszöntöm szépen a figyelmet, és további szép napot!